Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkban, ők a Terézvárosi magazint látják, és miután Terézvárosról van szó, a meghatározó kultúri intézmény programjairól fogunk beszélgetni Konta Nellivel, aki programszervezője és művészeti munkatársa ennek az intézménynek. Nelli, mindig bajban vagyok, hogyha régebben lettünk volna, akkor azt mondtálánk, hogy népművelő, és az egy gyönyörű szép kifejezés, de hát változnak az idők, de a népművelés azt hiszem, hogy mindenféle szempontból megmarad az életedben. Most pedig a népművelés keretén belül kezünkbe tartva 2018 évi január-február füzetet fogjuk végig nézni, hogy mire is csábítjuk a nézőket az 5-ös 10-ben. És most jön a kérdés. Igen. Miért más a helyzetetek nektek itt a belvárosban? Mihez kell alkalmazkodni ahhoz, hogy megtaláljátok a közönségeteket? Sok mindenhez. Ugye a belvárosban annyira sok lehetősége van az embereknek különböző színházakban, főleg a 6. kerületben, azért lássuk be, hogy jó sok színház van, ahova el lehet menni. És van nekünk egy csodálatos Kolibri színházunk, van egy fantasztikus Báb színházunk. Nem is szeretnénk, és nem is szükséges nekünk vetélkedni. Mindenki tudja az erényeit. Én azt gondolom, hogy az 5-ös 10-ben, ahol az elérhető kultúra van, ott nagyon-nagyon sok mindent adhatunk mást. Kiállításokat, különböző olyan gyerekprogramokat, amelyek nem feltétlen előadáshoz kötöttek, hanem inkább családdal lehet kicsit közösebben, vagy egyszerűen, hogyha csak valaki tornázni szeretne, vagy hogyha jógázni, vagy ha táncolni. Szóval, hogy inkább a közösségi szintér fogalmát erősítenénk, és azt hiszem, hogy ez az évek alatt most már egyre nyilvánvalóbb az út, és az is, hogy megtaláltuk a helyünket a kerület palettáján. Beleszőtted ravaszul a mondatóba az elérhető kultúra kifejezést. Ez a szlogen, ez nagyon jó. Igen. Mikortól használjátok ti ezt? Mert én nekem ez eddig nem tűnt föl. Megfogtál vele egy jó pár éve már. Sokat gondolkodtunk rajta, mindenki megírta, hogy mi az, amit szlogennek gondol, és ebből gyúrta össze a vezérigazgató asszony a többi munkatársal együtt, hogy akkor mi lenne az, ami ehhez tényleg megfelelő lenne. És ez szerintem egyfelől rövid is, másfelől meg nagyon sok mindent akar. Tényleg az a célunk, hogy nagyon sokan be tudjanak jönni hozzánk, és megtalálják azt, ami a szívüknek kedves. Azt gondolom, hogy a családoknak az együttes program lehetőségének a megteremtése egy fantasztikusan fontos dolog, hiszen nagyon sokszor látjuk azt, hogy a gyereket lepasszolják, menjél be, édes kisfiam, addig mi elmegyünk vásárolni, én elmegyek ide, te elmész oda. Tehát a családok együttesen nem nagyon tudnak részt venni szórakozási formákban, és akkor még emellé kapcsolódik az interaktivitás is. Igen. Na, ennek jegyében induljunk el a programok elemzésében. Most hát igen, el is érkeztünk az én fő munkámhoz, mert tulajdonképpen én a gyerekekkel és a gyerekekhez szóló programokkal szoktam foglalkozni, bár van jó pár felnőtt előadás is, amivel foglalatoskodom, de hát ez most már a Meséről mesére címet kapta nálunk. Most már több mint egy éve minden hónapban egyszer van egy ilyen programunk, és ez folyamatos átalakuláson ment át. Tehát először volt óriás pittypang, aztán pittypang játszóház, aztán már mindenféle nevet adtunk neki, de a fő dolog mindig is az volt, hogy együtt a családdal játszunk, meséljünk, kézműveskedjünk, zenéljünk. És most a Triola gyerekvilág szereplői, Lengyel Szabolcs Micsi és Hofner Nikolett, ők azok, akik hétről vagy hónapról hónapra elhoznak hozzánk egy mesét, de az nem úgy van az, hogy ők csak elmesélik, hanem együtt mesélik el a gyerekekkel. Most legutóbb is nem is tudom, hány gyereket vontak be. És nem csak gyereket, hanem a felnőttet is. Tehát a felnőtt nem ülhet úgy csak ott, hogy várja, hogy mi lesz a mese vége, hanem bizony neki is be kell állni boszorkánynak, vagy éppen paripának, vagy éppen tátos lónak, vagy nem tudom. De nagyon-nagyon jól megy ez a dolog. Most
Februárban is lesz egy ilyen alkalmunk, akkor a Farsang jegyében lesz. Úgyhogy van egy olyan mellékesünk is, hogyha valaki jelmezben érkezik, akkor mi azt külön fogjuk valamivel díjazni, és egyébként pedig a hamupipőkéről fogunk egy kicsit, mert hát ugye bál van, meg ott is azért beöltözik szép ruhába, szóval, hogy például ez az alkalom, ez remek arra, hogy valaki családosan jól érezze magát. Van-e megszabva korosztályi határ a nagyobbacska gyerekeknek egy ilyen alkalommal? Vagy ilyenkor a kis testvér mellett ők is végre gyerekké tudnak ismét válni? Hát persze, azért én azt gondolom, hogy egy ilyen 9-10-11 éves gyereknek már annyi minden kínos. Kínos maga az, hogy meg kell lenni a felnőttel. De ha olyan a család, akkor ez pont 5 perc alatt átalakul. Tehát, hogy ez rajtunk múlik, hogy a gyereknek mihez lesz kedve. Hogyha én azt úgy mondom el otthon, hogy figyelj, és ott ez lesz, és az lesz, és amaz lesz. Ha nem érdekel, akkor csak üljél. Úgy is beszívja magával a program. Én így látom. Reméljük, hogy nagyon sokan élni fognak a lehetőséggel. Tehát meséről mesére. És akkor a hamupipőke a Farsang jegyében. Ez mikor lesz, február? Ez február 6-án, nem? Nem akarok rosszat, mert 10-10-én lesz. Igen, egy másik programomban 6-án azért keverem, de 10-én szombaton. Igen, és akkor gyorsan rá a 6-át is mondjuk. Azt el, is elmondhatom. Az felnőtteknek szól, az Örökre szépek címmel, ez egy sorozat már, és olyan fiatalon elhunyt színészekre emlékezünk, akik nagy hiányt hagytak maguk után. Most február 6-án Papp Verára fogunk emlékezni, aki ugye a Víg Színháznak volt a tagja. Úgyhogy őt emlékezünk, őre emlékezünk, és most már tudjuk a meghívott vendégeket is, mert ilyenkor Szebényi Ágnes egy nagyon szép vetítéses előadással készül, de emellé mindig hívunk beszélgető társakat is. És most elfogadta a felkérésünket Görbe Nóra, Kovács Kriszta, színművészek és Bán János. Úgyhogy ők már biztosan jönnek, most még egy-két ember bizonytalan, akik mondták, hogy esetleg el tudnának jönni, de ez mindig nagyon-nagyon fantasztikus, amikor úgy idézünk meg egy-egy embert, hogy még emlékszünk rá, hogy a színpadon milyen fantasztikus volt. Ez a sorozat azt gondolom, hogy egy teli találat volt, habár ugye kicsit szomorú az nagyon apropója. Nehéz, igen. Nagyon nehéz, igen. Azt hiszem, hogy Szerencsével kapcsolatos igen, volt az előző előadás, és az elmúlt hónapokban, mikor Bubik Istvánra emlékeztetek. Selmeci Rolandra, ezek elég, lehet, hogy nem jó kifejezés, tényleg ütősre sikerültek, tehát mély nyomot hagytak azokban, akik igen. ott vannak. De ez a nehézsége is egyébként, tehát amennyire én azt gondoltam, ugye Ágnesnek most már azt hiszem 4.-5. éve foglalkozik ezzel a dologgal. Tehát mindig egy-egy rég elhunyt színészt vett elő, és mutatta végig az életútját. Itt Gobi Hildától kezdve Práger Antalig, tehát nagyon-nagyon sok emberről beszéltünk, de nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy olyan jó ez. De közben miért nem beszélünk azokról, akik még itt vannak a levegőben, úgymond. És az Ági sokáig elhárította, hogy hát ez nehéz kérdés. Tehát akkor a közelmúltban vesztettük el őket, akkor így van. És annak a nehézsége jött elő, úgy szólítunk meg pályát, tehát ő szólítja meg a pályatársakat, és nagyon sokan egyszerűen nem tudnak beszélni az illetőről, mert annyira fájdalmas. Tehát, hogy ez meg most jött elő, és ezt igen, gondoltunk rá, de most szembesültünk vele. Úgyhogy nagyon sokszor kap szegény Ági egy nemet, hogy ne haragudj, nem, mert nem tudunk róla beszélni még. Aztán lehet, hogy 10 év múlva meg
Meg hogy? Viszont, hogyha előveszünk egy, vagy hogyha ilyen alkalommal találkozunk ismételten egy elhunyt kedves Igen. színésszel, akkor utána elővesszük a filmeket, Így van. előkeressük az archívumból, Igen. vagy a színházi szerepei közül le tudunk tölteni valamit, és akkor ez meg már azt jelenti, hogy az emlékét fölidézzük, és Igen. itt marad velünk. Tehát ez nem, azt Igen. gondolom, hogy egy jól sikerült program. Én is azt gondolom, nem tudom Ágéban mennyi ideig lesz kitartás, még ebbe a fél évben még biztosan, mert már tudjuk a március 6-ai színművészünket is, Nagy Miklósra fogunk emlékezni, aki ugye a Rutka Éva Színháznak volt az igazgatója és színművésze, és áprilisban majd Herceg Csillára emlékezünk, és májusban pedig Huszár Zsoltra. Úgyhogy Ez az év. ez a biztos, aztán a jövő évet meglátjuk. Reméljük, hogy lesz folytatása. Nem is tudom, merre kanyarodjak. Az örökre szépeket egyébként még megmutatom még egyszer, tehát itt található a füzetben, Igen, igen. a felhívásá. És akkor, hogyha már ennél az oldalnál tartunk, akkor itt van a pszichoszínház is, és itt van Igen. a Feke Stúdió is. Na, a Feke Stúdió hogyan éli él minden napja? Csak egy pár kulisszatitkot szoktuk a hallani, háttérbe. Mert fölöttünk próbálnak. De nagyon-nagyon szeretnek ott lenni nálunk. Nyilván még várják a jelentkezéseket, most éppen nem tudom, hogy időszakosan lehet-e csatlakozni, de nagyon-nagyon szeretjük mi is, hogy ott vannak, és azt is, hogy minket választotta Pál erre a feladatra. Ha már a színházi programoknál ha már csak érintőlegesen is tartunk, akkor milyen színházi előadásokra lehet számítani? És egyáltalán, mint befogadó színház, kinek hogy adtok lehetőséget? Igazából tulajdonképpen mindenkinek, akinek van és marad még hely. Tehát azért azt mondhatom, hogy eléggé telített a színháztermünk is, és a kamaratermünk is. Nagyon okosan Bőte Kata kolléganőm irányítja ezt a dolgot, hogy tényleg mindent bele tudjunk sűríteni a palettába. Például a szenior tánc, ugye nálunk most már tényleg nagyon-nagyon sok képzés folyik szenior tánc kapcsán, és a Juhász Kata Társulat csinált egy előadást a szeniorokkal együtt, és újra tölthető ez a címe, és februárban is úgy tudom, hogy két alkalommal lesz, úgyhogy érdemes megnézni, nagyon érdekes, újszerű az előadás, és a mondani valója is nagyon-nagyon, hát szerintem érdemes megfogadni. Viszont itt van egy Szenyor Akadémia, ha már a Szenyor igen, szót említetted, igen. Na, az is az amelyik, én szerelem igen, amelyik szenzációs. Nekem, ugye itt be van írva, hogy a Zsigmond Király Egyetemmel együttműködésben. Vettünk föl mi előadásokat egyébként, annak királyén volt egy együttműködésünk a Zsigmond Király Egyetemmel, és hát fantasztikus a Szenyor Akadémia. Tehát egy alkalommal 300-400 fős előadóterem megtelt, és geopolitikai témákról, erről, arról, igen. Hát elképesztő jó előadások hangzottak el. Igen. Nem csak szenyorokat érdeklő igen, témákban. Igen, ez fontos, én is kihangsúlyoznám, hogy én magam még nem vagyok szenyor, de közben pedig mindegyiken olyan nagy szeretettel, olyan, de annyira jókat mondanak tényleg. Igen. Dr. Jászberényi József, aki ezt a dolgot összefogja. Ő is indította el Magyarországon, mert hogy ez igen. Olaszországban indult ez a dolog, és ő azt mondta, hogy ez nem lehet, hogy Magyarországon ilyen nincs. És most már nem is tudom, 28-29 helyszínük van, tehát nagyon-nagyon sokan, és én nagyon örülök, hogy a kerületben most ez van nálunk. Most is a Szabó Sándor fog majd nekünk a közlekedés veszélyeiről időskorban erről fog beszélni. Uh-huh. Szerintem ez is nagyon tanulságos lesz. Az előzőben akkor a függőségekről beszélt. Hát nem csak a szeniorokat érinti igen. a függőség, hanem a gyerekeket is. Mert úgyhogy a hát ezt így végigvettük, és nagyon-nagyon hasznos volt az az egy óra.
Úgyhogy arra is szeretettel várok mindenkit. Jó. Itt közben intettek, hogy szalad az időnk. Mi az, amire még gyorsan fölhívnánk a kedves nézők figyelmét? Azon kívül, hogy ezt a füzetet ugye meg lehet találni igen, az Ötvös Tíznek a portáján, vagy az önkormányzat portáján, és természetesen az internetre is rákattinthatnak. Amit én még nagyon mondanék, az az előadások sorozatban Nyakas Gábor jön most el hozzánk, aki a négylábú pszichológiáról fog beszélni. Én azt gondolom, hogy az is nagyon érdekes. Ez a kutya kiképző tréner, állaspicselkedés, kutató előadása, jó? Igen. Az előző az evés lélektana volt. Hát az is nagyon érdekes volt, azon is nagyon sokan voltunk. Úgyhogy én ezeket mindenképpen, és ami még nagyon fontos, az hagyd mondjam el, a Tázló Klubnak lesz 2. és 16. előadása, és az egyikben Sebestyén Márta és a Borsa zenekar lesz, a másikban pedig Dress Mihály, Lukács Miklós és a Szigony zenekar. Úgyhogy a Tázlóra is mindenkit szeretettel várunk. Gyorsan oda lapozok a Tázlóra, mert az előbb láttam is, meg igen. is mutatom a kedves nézőknek. Egyébként mi is van egy Jó ez a Folk című műsorunk, hagyd mondjam, akkor már erre felé kattintom, igen. A Jó ez a Folk, forgattunk már a Tázló Klubban, és ugye az egyik helyszínünk a Fonó, a másik pedig most már talán rendszeresen a Tázló Klub. Fantasztikus előadások vannak, és azt gondolom, hogy azoknak, akik jó hangulatos szórakozást keresnek maguknak, akkor két érdemes. Hetente, két hetente pénteken, ott a lehetőség. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad. Itt van egyébként Sebestyén Márta is rögtön mellette a képen található, hogy a Tázló Klub mellett, ugye, mint fellépő művész. Nos, azt gondolom, hogy jó programokkal várja ebben az időszakban is, tavasz előtt még kedves látogatókat az Ötvös Tíz Kulturális szintét. Nelli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önök pedig éljenek a lehetőséggel az elérhető kultúrával kapcsolatban.